A 2023-as év Petkó Tamás pap számára két fontos kerekévfordulót is jelent. Idén töltötte be 60. életévét, és 40 évvel ezelőtt a franciaországi Tezében tett látogatása után fordult a katolikus egyház felé. A szekszárdi plébános egyházi szolgálatát megelőzően vegyipari gépésznek tanult, és bányánál dolgozott. Én azt gondolom, hogyha ránézek egy papra, egy keresztére, egy hívőre, az életével, a szavaival, a tetteivel, bizonyítsa azt, hogy ő Isten embere, hogy ő Krisztushoz tartozik. Tézében ez volt a nagy áttörés, hogy rájöttem arra, hogy szégyent hozok az egyházra, az Istenre. Egy kereszténynek mondom magam, akkor próbáljak meg keresztényként élni. Nagyon szerettem a családot, és amikor megtértem, akkor jött egy barátnőm, és jó Istenne volt egy nagy vitám. Nekem ez egy meghatározó pont az életemben, a megtérés is, meg ez a vita, hogy hazajöttem Tézéből, Franciaországból, ötön elmentem gyónni, hiszen új életet akartam kezdeni, más akartam lenni, és ott utána elmentem egy templomba imádkozni. Ezt mondta a pap, Viró László püspök atya, különben talán ismerős itt sokaknak, ugye, és hogy menjek el imádkozni egy templomba, és akkor elmentem, és ott nagy vitám volt a jó Istennel. Mondom, nem akarok pap lenni, mert van barátnőm, és én csádot szeretnék, és akkor egy belül egy hang, hogy Tamás, megoldom, nem kell ettől félned. Mondom, érettségén csak úgy átrúdostak, utáltam tanulni. A főiskolán már jeles voltam azért, főleg a végén, tehát azt már élveztem, amit ott tanultam. A vegyiparéban meg nem szerettem. De mondom, nincs műveltség, a papok mindig műveltek, intelligensek. Mondom, hát nekem azért megoldom, lehet azt mondani, bepótolni. Apukám vak meg béna volt, nem keltem fel, mikor éjszaka fölébresztett, hogy Tamás, csináltam, hogy alszom, anyukám kelt fel, és akkor masszírozta, ágyba megfordította. Mondom, a papnak kell, hogy legyen ilyen szociális érzékenysége, mondom, nekem ez sincsen, és mindenre kaptam egy belső hangot, hogy ezt Tamás, megoldom, legyél pap, az enyém vagy. És akkor úgy jöttem ki a templom, 20 perc szóval, hogy hát nekem papnak kell lennem. Nem volt ilyen egyszerű persze utána az életpályán, meg stb., de igazából ez volt egy olyan beszélgetés nekem a jó Istennel, ez nekem egy csoda volt. Nem mindenkinek így van a meghívása a papságra, van akinek sokkal egyszerűbb, van akinek még bonyolultabb, nekem ennyi volt, és én azóta nem úgy vagyok, hogy hiszek az Isten, hogy lehet, hogy van, hanem tudom, hogy van, én találkoztam vele, nekem ez nem probléma, hogy ő létezik. Szabad idejében sok mindennel foglalkozik, jelenleg szakácsképzőbe is jár, de kipróbálta már a gokártozást és a tandemugrást. Lelkes teniszrajongó, ha teheti, ott ül a bécsi tenisztorna lelátóján, és járt már a Roland Garros pályán is, igaz, turistaként. Mindig úgy kezeli a papot, hogy a reverendába így van a keze, és csak az imádság. Nagyon fontos lenne, de én azért szeretek úgymond a világi dolgokból is, hát úgymond részesülni. Például Dunaföldváron, amikor voltam, akkor ott kezdtem el teniszezni, ott kezdtem el motorozni, ott kezdtem el jégkorcsiázni, meg biliárdozni. Ez mind a négy számomra egy fontos, úgymond találkozás volt az ilyen sporteseményekkel, ezek azért sportolások, és nagyon-nagyon élveztem, és most is a teniszt nagyon szeretem, akár nézni, akár űzni. De már voltam a Roland Garros pályán, akkor magamat meglettem egy ilyen úttal. És volt benne úgymond testi élvezet, ez a testi élvezet, hogy elmentem a Roland Garros pályára. A lelki pedig az, hogy elmentem Tézébe is, ott, ahol megtértem, és ott voltam 4 csendes napot. Vannak ilyen, tényleg ilyen extrém sportok, amiket úgy, hát öregségemre kipróbálok, meg úgy elkezdem csinálni. Tandemugrás, ezt kaptam ajándékba egy házaspártól, nagyon kedves pártól. Nagy meglepetés volt, nem is akartam elfogadni, de egy olyan élmény volt, hogy már most mondtam a Káplan atyának, Erik atyának, hogy májusban mind a ketten fogunk ugrani. Tamás atya úgy érzi, a világ megismerése, a tapasztalatok begyűjtése is papi hivatását gazdagítja. Rengeteget utazik Európában és a világban, ilyenkor igyekszik megismerni mások vallását, hitét is. Legszívesebben saját motorjával rója a kilométereket. Én nagyon szeretek motorozni is, ugye ez a motorozás is jött, hogy nagyon szeretem a sebességet. Egy gyerekkori álmom volt, hogy 220-szal menni. Én most televízióban vagyunk, nem szabad 220-szal menni soha, tehát csak a 130-szal, a 90, ugye, de ki kellett próbálni egyszer, nagyon régen már, és akkor azóta én tényleg próbálom betartani a szabályokat, de egy nagyon nagy vágyam volt. Amikor motorozom, az illatok, a sebesség, az előzés, az valami, hát egy ilyen érdekes szabadságérzés nekem, hogy nagyon szeretem ezt.
60. születésnapját is kirándulással ünnepelte, néhány napot a Balatonnál töltött sétával, pihenéssel, és már készül a következő zarándoklatra is. Megyek most nem sokára egy zarándoklatra, nagyon várom Mexikóba, Guadalupe-ba, ami azért nagyon Mária kegyhely, egy egészen nagy csodálattal, mondom, remélem a csodálattal elhalmoz engem. Egy paptestvér visz minket, és akkor így megyünk a szizanyát meglátogatni. A guadalupai szizanyát, mert van Medjugorjei, van Lurdi, van Fatimai, most a guadalupaiban jön. Tehát ez nem, persze nem így van ez, csak mindig azt mondjuk, hogy a szizanya ugyanaz mindenhol, én leszek más. Tehát a hangulattól, a kultúrától, az ottani vallásos embernek a viselkedésétől, ez a pappa nagyon szeretek utazni, mert mindig a helyekre visz engem, ami az életemet megváltoztatja. A legutóbb Sri Lankán voltam egy pár éve vele, és ott is félelmetes volt az, amikor bementünk egy olyan templomba, ahol előtte fél éve robbantottak, és meghaltak első áldozó gyerekek húsvétkor. És látni az ő életüket, ahogy a templom teljesen felújítva, tele virágokkal a hitükben, hogy nem ingatta meg ez a félelmetes nagy tragédia, hogy a hit még erre is választ tudott adni nekik, hogy egy ilyen terrortámadás után nem azt mondták, hogy nem kell az Isten, mert nem jó az Isten, és ott lenni ebbe a templomba, a képeket látni, elmenni a temetőbe, azért úgy megérintődünk ettől, hogy ott vagyunk, hogy ezek az ember életét azért nagyon meg tudják változtatni, akár a halállal, a feltámadással kapcsolatban. Tamás atya élményeit, tapasztalatait prédikációiban gyűjti össze és adja át a közösségnek. Lelki utazásai során újra és újra mérlegre teszi önmagát is. Anyukám, amikor pap lettem, akkor azt mondta, hogy csak akkor legyél, hogyha szent pap leszel. Nagyon komolyan mondta, ezt el is tudom fogadni tőle, hogy ezt akarta, és épp ezért, most meg merem mondani őszintén a televízióban is, nem lennék még egyszer pap, ha így élnék papként is, mert azt gondolom, hogy nem voltam szent pap. Ez a 33 év, amit papként eltöltöttem, lehetett volna sokkal szentebb, sokkal jobb. És mivel voltak ugye az életemben olyan dolgok, amiket megbántam papként, hogy mit tudom én, csúnyán beszéltem egy hívővel, amikor én is fel voltam bosszantva. És akkor úgy értem, hogy nem voltam szent. Egy szent ember az nekem a szent. És ezért én lennék még egyszer pap, de akkor már szentként. Hogyha még egyszer lennék, akkor már sok mindent elengednék az életemből papként, amit másokkal rosszul vagy csúnyán bántam. Plébánosként azt is látja, vannak közösségek, összejövetelek, de fogyatkozik a hívők száma. Mégis bízik abban, hogy az emberek előbb-utóbb visszatalálnak Istenhez, és a fiatalokat is meg lehet majd újra szólítani. Amikor itt voltam 20 éve, meg voltam itt 30 éve is káplán, Farkas Béla atya mellett, akkor megtaláltam őket. Nem tudom lekötni őket, tehát amikor összejövünk, akkor nem jönnek el minden fontosabb. Tehát én az internet világával, a Facebook világával nem tudok már, sajnos. Ha nincsen szülői háttér, akkor még az is néha hiába van, mert még a szülők se tudják a gyereket elküldeni, bérmálkozni, első áldozni. Ez nagyon fájó, nagyon kevesen vagyunk, de azt gondolom, hogy mindig úgy van ez, hogy csökken a létszám, és akkor megmarad egy ilyen kemény mag. És én ebbe bízok mindig, hogy mindig van egy ilyen szent maradék, most éppen a fele megyünk, a szent maradék fele, és ezek majd így egyszer csak így, az emberek rájönnek, hogy ők a boldogok, mert egy olyan biztonságban vannak, amit a hitnél nem, tehát nincs nagyobb, mint a hit. Tehát a Jézus Krisztusi szeretetnél nincs nagyobb igazából, és ezt majd meg fogják tudni az emberek, hogy ez a lényeg, mert minden ebből fog majd, a munkám, a családom, minden ebből fog majd kivirágozni, hogy a hitem majd megmutatja mi az, hogy igazi szerelem, igazi család, igazi munka, közösségek.